Az uszító megosztó beszéd ellen szólalt fel a váci polgármestere a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezésen. Matkovics Ilona arról beszélt, hogy Trianon minden magyarnak fáj, azonban előre kell nézni, hogy ne maradjunk le az unió népeitől. Választási csalásról beszél Inotai Gergely, a Dodek Norbert és Magyar Péter közös képével jelzett impresszum nélküli szóróanyagok miatt. Az összefogás képviselőjelöltje arra szólítja fel Dodeket és a fideszes Imre Zsoltot, tegyék nyilvánvalóvá, hogy nincs közük a törvénysértéshez. A magyar fiataloknak nem alternatíva kínai akugyárakban dolgozni. A második reformkor párt osztogatott szórólapokat Vácon az egyéb alternatívákról. A halászok és horgászok régi hagyományát és hangulatát szeretné visszahozni a Dunakanyarba Piros László. Lezajlott az első halászlé és halfőző fesztivál a Váci Dunaparton. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió szerda esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! A megszokott menet szerint zajlott június 4-én Vácon a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés. A Dunaparti Ereki és Országzászlónál Matkovics Ilona polgármester tartott beszédet, aki azt üzente, a trianoni békediktátum mindannyiunk közös fájdalma. Azonban az idő kerekét nem lehet visszafordítani, előre kell tekinteni, és közösen azon dolgozni, hogyan lehet egy jobb Vácot és egy jobb Magyarországot építeni. Himnusszal és József Attila versével indult Vácon a Nemzeti Összetartozás napja rendezvény. Ünnepi beszédet Matkovics Ilona mondott, aki a trianoni békediktátum veszteségeit idézte fel a résztvevőknek. A váci polgármester rámutatott, bár Trianon igazságtalansága miatt közös a fájdalom, de a történelem kerekét nem lehet visszafordítani, hanem előre kell nézni, hogy az ország előrébb jusson az uniós országok szövetségében. A fájdalmunk közös, de közösnek kéne lenni a hitünknek magunkban, hogy a mai Magyarországon is élhetünk teljes életet, sőt, azért kell dolgoznunk, hogy az egyre csökkenő számú határon túli magyarokkal megéljük a tényleges összetartozást, amely a szereteten, az elfogadáson és az egymás felé mutatott jó szándékon alapul. Nem szabad megengedni, hogy Trianon traumáját egyes politikai erők kihasználják, és az embereket egymás ellen fordítsák. Azon kell dolgoznunk, hogy a 21. század hozzon gyógyírt a 20. század sérelmeire, a nemzetek megbékélésére. Vác polgármestere hozzátette, ma már teljesen más politikai és gazdasági irányvonalak határozzák meg az európai emberek közösségének az életét, mint 114 évvel ezelőtt. Az a nemzet, amely nem a jövő felé fordul, sehogy sem találja a helyét, sőt egyre távolabb sodródik a 21. századi európai közösség centrumától, és nem tudja megtartani a fiataljait, a kitanított emberfők sokaságát. Annak boldogulása, sőt hosszabb távon megmaradása is kétséges. De hát hogyan erősödhet meg egy olyan ország, amelyben a politika folyton belső ellenségeket gyárt, megbélyegez, kirekeszt, és nem nagyon riad vissza attól, hogy a politikai haszonszerzés érdekében a határon belül élő honfitársaikat is egymás ellen fordítsa. Hogyan lehet úgy közösen Közép-Európát építeni, hogy gyökeresen más gondolunk mi és a szomszéd nemzetek arról, hogy mi a szerepünk a történelemben, és hogyan jutottunk idáig. Ezért fontos emlékezni 1920. június 4-ére, mert ez a nap alkalom arra, hogy a mesterséges gyűlöletkeltés helyett elkezdjük megerősíteni mindazt, ami összeköti Európa népeit. Matkovics Ilona beszédének végén Vác testvérvárosairól is megemlékezett. Ma a Nemzeti Összetartozás napján gondolatban fogjuk meg a határon túli magyarok kezét, és gondoljunk testvérvárosainkra. Gondoljunk kárpátaljai testvérvárosunkra, Técsőre, amelynek lakossága háborúban él évek óta, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát. Gondoljunk a hozzánk menekült kárpátaljai családokra, és segítsük őket, ha segítségre van szükségük. Ezzel mutatjuk ki igazán irántuk érzett tiszteletünket, és erősítjük bennük a hitet, hogy mi igazán összetartozunk. A Nemzeti Összetartozás napján Sándor Péter színművész adott elő lírai dalokat, majd a város előjárói, a politikai pártok, valamint a civilek képviselői helyezték el a tiszteletadás virágait a Dunaparti Ereki és Országzászló talapzatánál.
A város női vezetője mellett váci nők tettek közé aláírásukkal egy nyílt levelet, amelyben a politikai gyűlöletkeltés ellen tiltakoznak. Mint írják, politikai céllal sokszor gyalászkodva támadják Matkovics Ilona városvezetőt a helyi kormánypártok képviselői, ezért tartják fontosnak felemelni a szavukat. Több mint 100-an írták alá azt a nyílt levelet, amelyet Matkovics Ilonának címeztek a város női lakosai, és amely létrejöttének oka az a gyalászkodás és politikai célú lejáratás, amely a polgármesterre zúdult az elmúlt időben. A levél tartalma szerint édesanyák és nagymamák egyre nagyobb aggodalommal tapasztalják, hogy a városban elmérgesedik a közbeszéd. Sajnos az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy az országban folyamatosan növekszik a megosztottság és a gyűlölködés. Büszkék voltunk azonban rá, hogy Vácon békésen élhet minden jó szándékú ember. Városunk fejlődésnek indult, világnézeti hovatartozástól függetlenül szót tudtunk érteni egymással. Az elmúlt hónapokban azonban sajnos mindez megváltozott. A nyílt levelet megfogalmazó hölgyek elfogadhatatlannak tartják azt a hangnemet, amelyet a kormánypárti képviselők egyre gyakrabban megengednek maguknak ellenfeleikkel és a város női polgármesterével szemben. Aláírásunkkal szolidaritást vállalunk nőtársunkkal, Matkovics Ilonával és minden olyan nővel, akit méltatlan támadások érnek. Olvasható többek között a levél tartalmában. A legkisebbek örülhettek a napokban, birtokba vehették ugyanis azokat a futóbicikliket és kismotorokat, amelyeket egy magát megnevezni nem kívánó vállalkozó adományozott a váci bölcsödék és óvodák gyermekeinek. 32, 34. Vác 5 bölcsödéje 30 bébi taxival és 30 nyuszi motorral, a deákvári óvodák 45, az alsóvárosiak 29, a kisváciak 26 futóbiciklivel gazdagodtak június első napjaiban. A sporteszközöket adományozó vállalkozó az anonimitását kérte. A járműveket az összefogás politikusai köszönték meg és osztották szét az intézmények között. Kültéri játékokból most nagy számban kerültek ki a bölcsikbe is, és az óvodákba is, és hát ez egy nagyon jó kiegészítés lesz a gyerekeknek azért, hogyha tavasszal meg nyáron jó idő lesz, és sokat vannak az udvaron, akkor tudják használni ezeket az eszközöket. A váci képviselők a Vám utcai óvodában szortírozták szét a járműveket, ezt követően a városrészek önkormányzati fenntartású bölcsődébe és óvodáiba vitték az adományt. Újabb módszerrel igyekszik a váci önkormányzat csökkenteni a sebességet a Flórián utcában. A városrész képviselője elmondta, korábbi lakossági fórumon tapasztalták a panaszt a környéken élőktől, hogy az autósok rendszeresen átlépik a megengedett sebességet, ami miatt aláírás gyűjtésbe is kezdtek. Az utcában több házi orvosi rendelő is van, így sávtereléses módszerrel fogják rákényszeríteni az autósokat a sebességcsökkentésre. Ez egy jó 15 éves történet egyébként, tehát ilyen mélyre nyúlik vissza. Korábbiakban a fekvőrendőr vagy menetdinamikai küszöbnek a kihelyezését nem támogatta a műszaki osztály, és akkor alakult egy olyan ötlet, hogy valami fajta útpálya korrekcióval talán mégis érvényt lehet szerezni ennek a 30-as táblának. Ezt a közlekedési munkacsoport elfogadta, a bizottság, szakbizottság támogatta, az utcalakók pedig aláírást gyűjtöttek ennek érdekében. Választási csalásnak minősül Dodek Norbert polgármester jelölt részéről, hogy a szórólapján és több sajtóban is hamisan terjeszti, ő a Tisza párt jelöltje, vagy hogy Magyar Péter támogatja az indulását, közölte az ESTV-nek a Tisza. A Váci szívvel és a Nép pártján jelöltje a választóknak címzett borítékokban postázza a szórólapját, amin azt sugallja, hogy indulását Magyar Péter támogatja, és megtévesztő módon a Tisza párt logóját is használja a kiadványon. Ilyen borítékokban kapják a váci választók Dodek Norbert szórónyagát, amire a Tisza párt logóját és egy Magyar Péterrel készült szelfit is rányomtatott a Váci szívvel és a Nép pártján polgármester jelöltje. A szóróanyag azt sugallja, hogy a kettős amerikai magyar állampolgár Dodek Norbert váci polgármester jelöltségét a Tisza párt és Magyar Péter is támogatja. Nyomatékul a névre címzett borítékokra elhelyezett szórólapokon a Tisza párt logóját is feltünteti. A szóróanyagon azonban nincs kiadó, viszont a borítékon van feladó nével és címmel.
Megkerestük a feladót, Nagy Sándort, aki a Vám utca 10-ből postázta a borítékot, valamint Balogh Károlyt, aki a Zöldfa utca 40-ben lakik. Ezeken a címeken azonban nem találtunk ilyen nevű lakókat. Érkezett azonban reagálás Dudek Norbert polgármester jelölésével kapcsolatban a Tisza pártól, ahonnan azt a választ kaptuk, sem Magyar Péter, sem a Tisza párt nem támogatja semmilyen szinten Dudek Norbert indulását. Mint írják, ennek ellenére az általa terjesztett szórólapok és posztok az ellenkezőjét állítják, ami választási csalásnak, megtévesztésnek minősül, ezért a Tisza párt ki fogja vizsgálni ezt a visszaélést és megteszi a szükséges jogi lépéseket. Dudek Norbertet is kerestük a szóróanyagaival kapcsolatban, de őt egyenlőre nem értük el. Választási csalásról beszél Inotai Gergely a Dudek Norbert és Magyar Péter közös képével jelzett impresszum nélküli szóróanyagokkal kapcsolatban. Az alpolgármester, aki az Összefogás Vácért 2024 színeiben készül újrázni, komoly törvénysértésnek nevezi a Tisza párt logójával visszaélő váci postaládákba eljuttatott leveleket. Ahogy fogalmaz, két szervezet lehet érdekelt abban, hogy ez megtörtént. A Tisza párt már elhatárolódott a szóróanyagtól, és jogi lépéseket jelentett be, de akinek a csalás előnyt jelenthet a választáson, az egyelőre hallgat. Inotai arra szólítja fel Dudek Norbertet és Imre Zsoltot, hogy tegyék nyilvánvalóvá, nincs közük a választási csaláshoz. Az Összefogás Vácért 2024 jelölő szervezet megdöbbenve tapasztalja, hogy nemtelen és bizonyára törvénysértő kampánymódszerek Vácon is teret kapnak. Tegnap és ma milliós költséggel szervezett keretek között kerültek olyan levelek a váci emberekhez, melyben a Tisza párt által támogatottnak állítják be Dudek Norbertet, miközben ez valótlan állítás. Ugyanis már a Tisza párt is elhatárolódott ettől az állítástól, amely a váci választók megtévesztésére született. Ezektől a módszerektől a leghatározottabban elhatárolódunk, és erre szólítjuk föl a városunkban induló többi jelölőszervezetet is. Így várjuk a Fidesz-KDNP és polgármester jelöltjének Imre Zsoltnak elhatárolódását a városunk tekintélyét is csorbító botrány kapcsán. A második reformkor párt kampányolt Vácon, akik arra biztatták a járókelőket, hogy támogassák a fiatalokat azzal, hogy a június 9-i választásokon a 2RK jelöltjeire voksolnak. Vona Gábor alapító elmondta, elsődleges vállalásuk, hogy olyan feltételeket teremtsenek meg itthon a fiataloknak, ami inkább arra ösztökéli őket, hogy itthon maradjanak, mintsem hogy külföldön akarják megtalálni a boldogságukat. Szerintünk minden generációnak megvannak a problémái, súlyos problémái, de a fiataloknak ma talán a legnehezebb abban az értelemben, hogy a legkevésbé tudják megtalálni a helyüket ebben az országban. Nagyon sok fiatalnak ma az az élmény a saját hazáját illetően, hogy ez a hazám, de nem ez az otthonom. Adjuk vissza a fiataloknak az országot, ezzel a felütéssel készítette el a nemrég párttá alakult második reformkor a programját, aminek ismertetése céljával osztogattak szórólapot Vácon a szervezet aktivistái. Fekáné Farkas Emese képviselőjelölt elmondta, a fiatalok itthon maradását lakáshoz jutási programmal támogatnák, hangsúlyt fektetnének a betegségek megelőzését szolgáló lehetőségek bővítésébe, például azzal, hogy támogatnák az egészséges élelmiszer termelést. Továbbá a demokrácia állapotán is javítanának úgy, hogy évente többször is lehetne online szavazni egy-egy fontosabb kérdésről. Az EP képviselőjelölt szerint hazánk a fejlődő országok csapdájába ragad, mely állapotot tovább konzerválja a kormány azzal, hogy az akkugyártásban látja a fő nemzet stratégiai iparágat. Most a kormány úgy látszik, hogy az akkugyárakat látja egy ilyen iparágnak, viszont mi nem értünk ezzel egyet, és sajnos nem is látjuk azt, hogy a versenytársainknak lenne erre különösebb alternatív javaslata. Nekünk viszont van, ez az egészségipar, azon belül is a prevenció, aminek ugye több szektora van, remek termálvízkincseink vannak, tehát ennek szektora lehet a gyógyturizmus, a remek agráradottságok miatt végre egy új profilt adhatnánk a magyar mezőgazdaságnak, és az alacsony hozzáadott értékű, olcsó termékeknek az egyszerű exportja helyett sokkal inkább koncentrálhatnánk az élelmiszerönállátásra, illetve kifejezetten az lehetne a magyar agrárium élelmiszeripar profilja, hogy magas hozzáadott értékű, egészséges élelmiszerekkel látja el elérhető áron a magyar lakosságot.
Bemutatta programját a VVVN 6-os választókerületi jelöltje Répás Győző György. A sajtótájékoztatónak képviselőjelöltről Cserekje Krisztina elmondta, jelentős mértékben ismeri körzetét, Mária udvart és Vácszigetet egyaránt, úgy, ahogy a lakótelepi részt. Répás Győző úgy fogalmazott, a legjelentősebb probléma a közbiztonság, a közutak és a szakrendelő állapota, ezek érdekében szeretne tenni majd képviselőként. Problémás a közbiztonság, ugyanígy problémás a közutak állaga, mert nagyon sok probléma van, és ugyanígy az egészségügy. Nagyon szeretnénk, hogy felújítanák a STK rendszert, mert le van épülve nagyon, meg annak a technikai felszerelését is fel kéne fejleszteni, mert sajnos már azt lehet mondani, hogy kőkorszaki eszközökkel gyógyítanak az orvosok, jelenleg Vácon. A Nemzeti Összetartozás napja apropóján tartott összejövetelt a Váci Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület a Művelődési Központban. A klub nem csak a katonai helyőrség megalakításának 150. évfordulója előtt tisztelgett, hanem egyben a szervezet 45 éves fennállását is megünnepelte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon a katonákról, aktív és nyugállományúakról emlékezünk. Róluk, akik hazaszeretetükkel, a magyar hagyományokra épített örök hűséggel kell, hogy szolgálják hazánk védelmét. Sajnos a mai napon egy gyászos eseményre is emlékeznünk kell, Trianonra, amikor a mai háborús uszítók elődei egy tolvonással letörölték a térképről Magyarország kétharmadát. Ne feledjük, soha ne feledjük. A Nemzeti Összetartozás napján tartotta összejövetelét a város, sőt a környék egyik legnagyobb bejegyzett nyugdíjas civil szervezete. Az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület 45. és Vácváros katonai helyőrségének megalakításának 150. évfordulója tiszteletére rendezett eseményen Boros Leskó Géza nyugállományú dandártábornok köszöntőbeszédében rámutatott. Ma is zavaros időket élünk, ezért emlékezzünk a múltra és tegyünk a jövőnkért. Majd Matkovics Ilona polgármester köszöntötte a megjelenteket. Szívesen veszünk minden szeretett városunk történelmét, a polgárok emlékezetét ápoló kezdeményezést. Tapasztalatom szerint önök olyan pozitív eszmélyiséget követve működnek, amit politikától függetlenül minden városvezetésnek tiszteletben kell tartani és meg kell becsülni. Ezúton is szeretném nem csupán az önkormányzat, hanem városunk polgárainak köszönetét is tolmácsolni azért, hogy az összetartozás, a hagyománytisztelet és a szolidaritás mellett a váci kulturális életpalettáját is bővítik. Mint mondta, ennél a nagymúltú egyesületnél a kirándulásokon, kulturális programokon túl nagy hangsúlyt kap a lokálpatriotizmuson alapuló hagyományőrzés, a volt honvédek kapcsolatainak ápolása, és ezentúl az időskorúakat érintő aktuális problémák is rendszeresen megvitatásra kerülnek. A polgármester két oklevelet adott át Szegedi Jánosnak, az egyesület elnökének az évfordulók alkalmából. Matkovics Ilona arról is beszélt, hogy a hosszú éveket maguk mögött hagyó váci polgárok megbecsülése az önkormányzatnál is hangsúlyt kap. Felidézte, hogy megalakult a város idősügyi tanácsa, és a 70 év felettiek karácsonyi támogatását is megduplázták. Emellett számos programmal és számítógépes tanfolyammal is tesznek az időskorúakért. A folytatásban dr. Horváth Ferenc gondolatait hallhatták az egybegyűltek, aki Vác és a Honvédség közös múltjáról tartott előadást, ugyanis Vác a kiegyezéstől egészen 2001 végéig katonaváros volt. Lezajlott az első halászlé és halfőző fesztivál Vácon. Az eseményt Piros László dunakanyari horgász kezdeményezte, amit a váci önkormányzat is támogatott. A rendezvényen gasztronómiai különlegességeket is kóstolhattak a látogatók, akiket este már neves előadók szórakoztattak. A fesztiválra Nagy István agrárminiszter is kilátogatott, aki Matkovics Ilona polgármesterrel is találkozott. A zöldár az most van.
Tehát amikor így a tavasz kiteljesedik teljesen, és az Alpokban a hólé megindul lefele, és megáradnak a vizek, a hőmérséklet erőli azt a szintet, hogy elkezdenek hívni alak, és amikor leívtak, akkor elindultak a halászok, és az első ilyen nagy terítés az úgy nézett, hogy Kisvácon a Buki negyedbe kiraktak 8-10 bográcsot, és akkor főztek ott a barátoknak, a társaságnak, a váciaknak is. A halászok és horgászok régi hagyományát és hangulatát szeretném visszahozni a Dunakanyarba Piros László Vász legismertebb halvadásza, akinek kezdeményezésére szombaton megszervezték az első halászlés halfőző fesztivált. A happening versenyel indult, amihez a szervezők biztosították az alapanyagokat, a kiváló harcsát és a pottyot. Mindig érizd a késsel a csontokat. Érzem a Én úgy tudtam egyébként, hogy pontyból csinálják a halászlevet, nem? A ponty is kell bele, de a harcsa is. Tehát ponty, keszek, kárasz, harcsa, márna, de ugye márna az most nekünk nem áll rendelkezésre. A Piros Laci nem tudott olyat mondani, minél többféle hal van benne, annál ízletesebb lesz a hal. Első halászlé főző versenyünk is, és az első halászlevünk, amit együtt főzünk. Akkor megvan a recept, levadázták valahonnan, és annak alapján készül. Így van, és összeadjuk minden, ami van, hoznak mindenhonnan, tehát mindenki egyéb más tájrészekről, ugye Dunakanyarból is, Veszprémből is hoznak hozzá adalékanyagot, ami ugye fejben van. Megkérdeztem, hogy mi zajlik most? Halcsa paprikást főzünk. De ez úgy néz ki, mintha szalonna. Igen, hát a túros csúszához kell a pörc is. Tehát azért sütjük most ki a szalonát. De egészen elképesztő halétel különlegességet is készítettek a halfőző verseny résztvevői. Halászlé lesz tonhalfasír tortillában, sült keszeg és tonhalas mártogatós. A fesztiválra érkezők egyúttal egy új különlegességből, a magyar halkolbászból is kóstolhattak. Ma egy olyan kolbászt készítünk, ami a belépő kolbász. Egy teljesen hagyományos magyaros ízvilág, fokhagyma, kömény, só, paprika, és némi nemű csípős adalékanyaggal. Ez tulajdonképpen ízvilágában nagyon hasonlít a megszokott kárpát-medencei piros kolbászokhoz, de azért a hal is ott lesz benne egy kicsit. Az eseményre a kormány képviseletében Nagy István is kilátogatott, aki a versenyzőkkel beszélgetett. Az agrárminiszter a rendezvény támogatójával, a Váci önkormányzat polgármesterével, Matkovics Ilonával is találkozott, aki halászlével kínálta a politikust. Karácsonykor mindig főzök halászlét, és azt tudom, hogy az a jó halászlé, ami nagyon sokféle halból készül. Mi megdaráljuk a halnak a csontjait is, beledaráljuk, de az most egyre kevésbé, még régebben jobban csináltuk. Amikor az idősebbek éltek a családban, ma már ezt egy kicsit kevésbé, de attól lesz jó, sűrű és ízes, meg általában egészséges is. Az első váci halászlé és halfőző fesztivál este diszkóval és koncerttel zárul. június 4-én lett a magyar futballtörténelem harmadik vidéki bajnoka az NB1-ben a Váci labdarúgó csapat. Az együttes a Vasas elleni 2-2-es döntetlennel biztosította be a bajnoki címét. A futballdiadalról szombaton emlékezett meg a város, az önkormányzat oklevéllel köszönte meg az 1994-es Váci bajnokcsapat veterányainak akkori teljesítményét. A 90-es évek első felének egyik klasszikus sikertörténete volt a váci futball a magyar labdarúgásban. Az 1990-91-es szezonban már a negyedik helyre is felfért az együttes Csank János vezérletével, ezzel pedig a nemzetközi kupában is megmérettette magát. A következő két szezonban előbb a Ferencváros, majd a Kispest mögött végzett harmadikként, de az 1993-ban kezdődő szezonban már megállíthatatlan volt az együttes. Vácváros önkormányzata oklevéllel ismerte el az 1994-es váci bajnokcsapat tagjait. A veterán csapatot szombat délután Matkovics Ilona köszöntötte. Az akkori városvezetés már egy esztendővel korábban elismerte a teljesítményeket, és a rendre sokezres közönség előtt vívott kétszeri ezüstérem után Csank János Váci díszpolgára lett. A csapat pedig közösségi próbúpedéval részesült, és csak ezután következett a csúcs, ezután történt meg, hogy bajnoki aranyérmet nyertek. Ebben az időben azt hallottam, hogy a Váci foci nem csak Magyarországon, hanem Európában is ismert volt, és nagy tisztelettel emlegették a csapatunkat. De ne felejtjük azt sem, hogy közel egy évtized múlva, 2003-ban
Önöknek van szerepe volt abban is, hogy Bács kiérdemelte a nemzetsportvárosra kitüntetést. Iványi Károly a bajnokcsapat köntösében mesélt arról, hogy milyen élmény volt számára klubelnökként megélni a sikert. Úgy gondolom, hogy a siker kulcsa két emberhez köthető, amellett a csapatmunka, Csank János, vezetőedzés László Attila technikai igazgató, aki mindent megtett azért, hogy fölkerüljünk az NB1-be és bent is maradjunk. De összességében egy nagyon jó társulat jött össze. Úgy gondolom, hogy a régebbi játékosok jól egészültek ki, hogy szoktuk mondani, az NB1 más csapataiban perifériára került játékosokkal együtt. A bajnokcsapat edzője Csank János is arra tért ki, hogy egy egészen különleges csapat alakult ki a Dunakanyarban. Hát jól igazoltunk akkor, tehát folyamatosan sikerült olyan játékosokat hozni a subligából, vagy pedig hát olyanokat, akik nem fértek be valahová, hogy viszont a tudásuk az maximálisan NB1-es volt, és azokat össze tudtuk szedni, úgyhogy azzal elindult a lényeg, hogy kicsit mást is játszottunk, mint a többiek, és ez is bekavart egy kicsit szerencsére pozitívan, és utána azért sikert-sikerre halmoztunk szerencsére. Kisebb helyi záporok még előfordulhatnak a Dunakanyarban, azonban a következő napokban inkább a napsütésé lesz a főszerep. Csütörtökön és pénteken 28 fok lesz a legmelegebb, és a felhős zónák ellenére magas UVB sugárzásra kell számítani a Váci térségben. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió szerda esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják a honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásainkat, illetve a YouTube-on és a Facebookon is követhetnek minket. Ne menjenek sehova, akik lemaradtak volna a Váci polgármester jelöltek bemutatkozójáról. A híradót követően ezeket most újra megtekinthetik. Én most búcsúzom, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!